mi van? Hellóka. Hello, hello. Még ilyen kerge birka terméket én nem láttam. Nem sikerül innen valahogy kiküzdeni magam. Jobban már hova dőljek be? Legalább 1000-ig föltornásznám magam, aztán persze 2000-ig. Olyan csalfa, össze-vissza, ilyen mászkáló, nem is tudom milyen termékek vannak ma. 1500 fölött jó, 1500 alatt egy kényszenvedés. Annyit kell dolgoznom ezért a repülés, hogy csuda. És mintha két, ó, mi az a nagy füstöt? Nem semmi, valami. Na, amikor legalább 900-on vagyok. Milyen szép kis házikó. Legalább egy hármas gyerekek, az elején ötös, majdnem hatos termékkel jöttem el Vértesről. Ja Istenem, 0,5, biztos, hogy van ennek egy marha erős közepe, csak én vagyok ilyen balfasz. Utánom én csak emeljen akárhogy is. Az a baj, ha kiesek belőle, a következő terméket nem érem el. És megint elvesztettem. Megint elvesztettem. Egy erősebb testvére is ennek a... Az meg azt sem állom, ha rángat, csak emelj. Fölött meg egy vál fölött. Egyszerűen állandóan elvesztem, vagy olyan, mint egy polip. Sok kis lába van, és a fejét nem találom, hogy olyan ígéretesnek tűnik, most is egyes emelés, ráfordulok, és nem az igazi, nem. Eljöttem, műszer szerint 35 kilométert, ami az idei teljesítményemet nézve jelent. Másfél óra alatt jutottam el idáig. Érdekes, hogy sokszor vissza kell menni, vissza kell fordulni és visszamenni, akkor valamivel jobb az emelés, aztán azt gondolom, hogy most már minden rendben, és akkor megint nem jó. Na, nézd meg! Na. Semmi megfújta. Elfújja a szél, vagy valami. Nem tudom, mi történik itt. Fogalmam, ez a baj. Ez a baj, hogy csak itt tapogatózom össze-vissza, és nincs fogalmam, hogy mit csinálok, mi történik. Még 1000-ig se sikerült visszamenni. Oldalazok a szélbe.
lehagyom a terméket, vagy... Jaj, Istenem! Pedig türelmes vagyok. Itt killódok, dolgozok. Itt meg lefaladok közben is. Nézd meg, meg kell állnom szinte, hogy visszataláljak a termékeket. De hogy találok vissza szerintem? Ha valaki ezt látná, hogy itt mit szerencsétlenkedek, már rég a égbe kitekert volna mellőlem. De most jó lenne, ha lenne itt valaki. Itt van valahol, ha ezt most itt vagyom, 5 km múlva a földön leszek. Íme a Velencei-tó. Nem tudok mit csinálni. Egyszerűen nem találom. Azóta a Repceföld óta itt illódok. És amikor úgy tűnik, hogy ígéretes, lehet, hogy jobbra kéne tartanom. Hogy ezek fölé, a földek fölé menjek. Azért nem ártana a lakott terület. Hopp, nem tudom. Ez valami. Ez csak hiteget. Engem. Jó, van, nincs mese. Hát, ha találok másikat itt a földek fölött. Nem tudom, hogy most ez a világos föld a jobb, de egyszer. Ide nekem egy ötös terméket. És akkor egy kicsit rúgdás. Itt indulott valami, itt van a környéken, nem tudom. És egy mintaszerű, alófasz mintaszerű leszállás. Ugye gyerek? Honnan fúj a szél?